Rupert Márton vagyok, a Martinus birtok tulajdonosa. 2008 óta gazdálkodunk itt Tagyonhegyen, de a nagyapai örökség az több száz évre nyúlik vissza. Itt, ahol állunk, egy kékfrankos ültetvény, amit 2016-ban telepítettünk, és azóta teljesen ökológiai művelésbe kezeljük. Látszik a növényeken is, hogy jó kondícióban működnek. A most beszélt kísérletnek az egyik alapja. A tagatózta Relax kísérlet keretein belül ismertem meg 2019-ben. Ugye most a második évben dolgozunk a szerrel. Alapvetően egy ilyen fehér por alakú készítmény, amit nagyon könnyű elkeverni. Különösebben a tankeverékben nem okoz problémát a felhasználása, így könnyű vele dolgozni. Tagatózt mindig akkor használtunk, amikor rezes kezelés is ment a kontroll ültetvényekbe, és hát se a tavalyi, se az idei évben nagy különbséget egyelőre nem tapasztaltunk. Tehát a mi ültetvényeinkben a tagatózt tudta azt, amit a réz. Tagyonhegy sajátos kitettsége miatt a peronospora gyakorlatilag évek óta nem okoz nekünk nagy problémát. Mindezek mellett az ültetvényeinkben mindent megteszünk azért, hogy a zöld munka, a hajtásfűzés, hajtásvágatás az időben elkészüljön, és nyilván egy ökológiai gazdálkodásnak ez az egyik alapja. Alapvetően a kezeléseknél viszonylag nagy mennyiségű lével megyünk, tehát 350-420 liter per hektáros mennyiséggel. Ugye itt 2 méter 20 centis sorokkal van az ültetvény elültetve. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az időben elvégzett kézi munka az nagyon fontos. Ezt az ültetvényt, amiatt, hogy be van vetve zöld takaróval, kétszer elég volt csonkázni az idei évben. A fürdzónát a kékfrankosnál már virágzáskor kilevelezzük, hogy egy kicsit lazább legyen a fürdszerkezet, ezáltal a növényvédelem is könnyebb, jobban átszellőzik a fürdzóna, és a vegyszer is könnyebben bejut. Az idei évben Zömki által gazdagabbak lettünk egy előrejelző állomással, ami ugye csapadékot, hőmérsékletet, levélnedvességet mér, és egy matematikai modell által kiszámolt előrejelzéssel jelezte nekünk, hogy mikor milyen nyomás várható. Ezáltal is sikerült azt gondolom, hogy legalább egy vagy két kezeléssel csökkenteni a permetezéseket. Ugye az elmúlt két év az egy viszonylag könnyű év volt növényvédelmi szempontból. Remélem, hogy egy nehezebb, küzdelmesebb évben is meg tudjuk vizsgálni a tagatózhatását.